Süllyed! Júj! Hello! Na sziasztok, az én nevem Varni Sászöket lányok. A mai napon megint kicsit összerakósít fogunk játszani. Az időjárás megint nekem kedvez. Köszönöm szépen. Rendeltem egy hajót. Csónakot. Tutajt. Azonban ez nem egy egyszerű hajó, ugyanis ez hülyén van becsomagolva. Ugyanis ez egy elektromos hajó. Na most, ezt az egészet nekünk össze kell rakni, nagyon gyorsan. Kicsit olyas, mint hogyha legóznánk. Árommal. Lássuk, mi van a csomagunkban. Feliratkozókat nem küldtek? Köszönöm. Egy-két hónappal ezelőtt valamelyik heti vlogban bútorokat raktam össze, de már most látom, hogy ezzel jobban meg fog szenvedni, mint azokkal. Rendelkezésünkre áll rengeteg összetevő ilyen kis darab, úgy néznek ki, mint a Lego. Van kettő ilyen elektromos, elektronikai eszközünk, erre kíváncsi vagyok, hogy ez mi lesz majd, szerintem ez fogja hajtani az egészet. Van egy tutajunk, három darab kerekünk, amit nem nagyon értek, mert általában ennek párosnak kéne lennie, és van rengeteg kiegészítőnk, plusz egy újság, ami segít összerakni. Én Amanda vagyok, hogy lássunk hozzá, rakjuk össze ezt a hajót. Csónakot utak. Mutatom, hogy mit csináltunk idáig. Itt van ugye a mi kis tutajunk, ami majd levegő lesz. Ezt ide felragasztottuk, ez nem volt egy komplikált dolog. És összeszereltük magát az alapot, de amint láthatjátok, ez egy kicsit ferdelet. Korrigáltuk a problémát, most minden egyenes. Most jön a neheze, ugyanis magát a felfújható részét össze kell kötnünk az alappal, és ehhez vannak nekünk ilyen nagyon apró kis összekötőink, amik segítenek ebben. Na most ott tartunk jelenleg, hogy az elemeknek is felszereltük a helyét, és most össze kell raknunk magát a motort, ami meghajtja ezt az egészet, és akkor... Próbálom nektek olyan szobban mutatni, hogy lássátok is. Így állunk jelenleg. Itt most ráraktuk a motort magát a tutajra, ez a motor, ez a kék, és ezt összekötöttük az elemes dolog. Ide majd jön be három elem, amit természetesen nem adtak hozzá, és még ide valami kerül, de azt még nem tudom, hogy mi. Mivel sikerült eltörni az állványomat most így felvétel közben, ezért máshogy folytatjuk. Elkészült a hajó, nézzük meg, hogy néz ki. Na most, mert pontosan csak három elemet találtam itthon, és a hátsó propellerhez már nem fog jutni, ezért először felfújjuk a csónakot, mert ez a motor felfújja. Utána kicseréljük a három elemet, és berakjuk ide, és akkor majd... Most ugrik a majom a vízbe, lássuk, hogy jól csináltuk a dolgokat. Nem kéne felfújódnia? Nekem sanda gyanom, hogy ez nem kell ide, és itt szívja be a levegőt, és úgy fújja fel. Én rárakom a vízre most, aztán lesz, ami lesz. Jó, ho, fújja! Figyeld! Felfújja! Felfújja! És ha elengeded a... Micsoda csónak! Oda nézd! Ezen dolgoztam egy órá. Srácok, a ház összes órájából kiszedtem az elemet, csak azért, hogy meg tudjuk próbálni ezt az egészet. Most belerakom mind a hat elemet, és nézzük meg, hogy hogyan működik úgy. Na go! Süllyed! Júj! Gyerekek, titani! Nos srácok, én köszönöm nektek a figyelmet, hogyha tetszett ez a videó, akkor dugatok egy lájkot. És hogyha nem vagytok feliratkozva, iratkozzatok fel. Sziasztok!